Üzenet a Plejádi lényektől 2022. novemberében. Ebben az üzenetben a plejádok új pozitív eseményekről számolnak be. Az emberi DNS-t aktiválják arra, hogy alkalmazkodjon és előkészüljön a békés csillagnépek és belső földi békés civilizációk érkezésére. Az emberiség pozitív idővonala egyre erősebb és ragyogóbb. Kedves fény küldöttei! Fénnyel teli síkjainkról üdvözlünk, és új, kellemes információkat közölünk a bolygótok fejlődéséről. Ez az idő egyedülálló és jelentős fejlődéssel tűnik ki. Jelenleg az emberi DNS szálak fokozott aktiválódása figyelhető meg. A napsugarak kristály energiájukkal aktiválják őket, felkészítve őket a békeszerető csillagnépek és közösségek érkezésére, amelyek már régóta készülnek. Amíg a Föld belsejében tartózkodó civilizációk és közösségek is készülnek az érkezésre. E civilizációk érkezésével az emberi egyedek észlelése kifinomul, és tudatossága növekszik. Ezért az emberi lények egyre jobban felkészülnek, amiben a kozmikus frekvenciák is segítenek. Az emberi DNS megváltoztatja szerkezetét, és kristályossá válik. Az emberi lélek kitágul, és olyan világokkal és terekkel köt kapcsolatot, amelyek tele vannak fénnyel és kozmikus isteni információval. A Föld belsejében élő civilizációk és közösségek sűrűn veszik fel a kapcsolatot az emberi civilizációval, és jelzéseket küldenek létezésükről. Az emberi lény megkapja ezt az információt, és a közeljövőben önbizalommal teli, erőt adó frekvenciaként tapasztalja. Azok a civilizációk, amelyek évezredek óta élnek a Földön, most arra készülnek, hogy a megfelelő időben megjelenjenek, és összekapcsolják tudatukat és információjukat az emberi egyedekkel. A Föld belsejében élő fénylények, akik az emberi közösségért felelősek, információt cserélnek a kozmikus világ lényeivel is arról, hogyan segíthetik a legjobban az emberiséget és annak fejlődését. Az emberi lény érzi erősebben, mint valaha, hogy a fénylények jelen vannak. Az emberi lény érzi, hogy a fénylények teljes méretben támogatják és irányítják őket. Az emberi lény érzi, hogy az állandóan felé áramló bizalom frekvenciája segíti az átmenetben, a pozitív időszakba. Az emberi lény érzi, hogy végtelen számú fénylény, ősei és kozmikus családja támogatja. Az emberi lény több ezer évnyi manipuláció után kezdi érezni, hogy kapcsolódik a galaxisunk környező világához. Tapasztalja, hogy kapcsolódik más jó akaratú emberhez és más lényekhez a fénnyel teli szférából. Az ember úgy érzi, hogy a kollektíva pozitív ereje jótékony előrehaladást és fejlődést hoz az egész helyzetre nézve. Az emberiség pozitív idővonalának fenntartó ereje tovább növekszik. Egyre többen emelkednek fel erre a pozitív idővonalra. Emberek, akik emlékeznek a lényegükre, úgy döntöttek, hogy egyszer s mindenkorra elhagyják a negatív múlt mesterségesen létrehozott idővonalát. Egyik a másik után lépnek ki a negatív, alacsony rezgésű periódusból, és rálépnek a fénytengely vonalára. Minden nap fejlődik az emberek tudata. Nagy iramban fejlődnek. Az emberi elme kiszabadul
a mesterségesen létrehozott valóság teréből. Minden rekordsebességgel történik, és példátlanul sokan emlékeznek vissza. A kozmikus tanács örül ennek a fejleménynek, ugyanis az emberi közösséget a háttérben a békeszerető csillagnépek és a fénylények segítették. De a saját szellem felszabadítására és az érzelmek felszabadítására irányuló lépéseket mindenki magának kell megtennie, külső segítség nélkül. A fénylények minden egyes embert emlékeztettek fényes isteni eredetükre, és még mindig emlékeztetnek rá. Segítenek abban, hogy saját akaratából és erejéből megszabaduljon az alacsony rezgésű síkoktól. Nagyon hálásak vagyunk, hogy emberek hatalmas tömegei szabadulnak ki a mesterségesen létrehozott Mátrixból, és ezáltal összekapcsolják tudatokat a magasabb tudat tereivel. Ezzel a magasabb tudat intelligenciája terjed a földbolygó tereiben és idejében. Minden a kozmikus tanács terve szerint halad. Minden még gyorsabban megy, mint elvártuk. Azok az emberek, akik már kifejlesztették tudatukat, tudják, hogy szavaink igazak. Ezek az emberek úgy érzik, hogy egy hatalmas, láthatatlan erő irányítja őket, és támaszt és energiát ad nekik, tetteikhez és felszabadulásukhoz. Ezek az emberek tudják, hogy amikor kapcsolatba lépnek a szívükkel, egyértelmű megerősítést kapnak arról, hogy az ő útjuk a helyes. Hálásak vagyunk mindannyiotoknak. Hálásak vagyunk a fényért, amit magatokban hordoztok. Hálásak vagyunk, hogy a saját létetek ezen a földön és a földbolygó létét felszabadítjátok a fényetekkel. Köszönjük szereteteteket, a plejádi társaitok. Béke veletek, béke velünk.